Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, akkor engedjék meg, hogy ráadásként azt a számot játsszuk el, amit a harmonika zenekar, illetve a harmonika táborban először tanultunk meg. Ez volt a legelső szám, hogy az elején említettük, hogy a harmonika zenekar 2000, illetve a harmonika tábor, harmonika szekció megalakulása 2008-hoz kötődik. 2008-ban kezdtük el működésünket. Először csak tábornyalánt, ugye ez azt jelentette, hogy egy szakmai hét keretén belül minden évben a nyáron egy hétig össze voltunk zárva az ország különböző területein. Az ország különböző területeiről jöttek a fiatal harmonikások, és akkor együtt muzsikáltunk egy teljes héten keresztül, és ott az egy hét alatt összeállítottunk egy zárókoncerti anyagot, amit a tábor szakmai hét záró akkordjaként előadtuk, és ebből aztán 2015-ben alakult meg a Landesrat válogatott harmonika zenekara. Amiben próbáljuk, amennyiben szabadidők engedi, próbáljuk járni az országot, és ezeket a már-már szinte elfeledett dallamokat minél több településre eljuttatni. Hozzátartozik, annyit még engedjenek meg, hogy elmondjam, hogy ugye, ahogy a Józsi említette, hogy Magyarországon alapvetőleg is elég kevés harmonika zenekar van. Na most ez a harmonika zenekar, ez még annyiban kuriózumnak számít, annyiban sajátságos, hogy nem egy településről vagyunk, hanem tulajdonképpen az ország minden területéről vagyunk harmonikások, úgyhogy engedjék meg, hogy itt a koncert végén bemutassam egyesével az én barátaimat, kollégáimat, akik itt vannak ma is, és hogyha felhívom őket, hogy lenne valami zenélés, akkor mindenki egytől egyig, egyből azonnal igyát mond nekem, amit szeretnék nekik most megköszönni, és akkor szeretném bemutatni őket. Ott a legszélén egyből egy nem túl ismeretlen arc szerintem a becsésieknek, Liebe Viktor Becsés van. Mellette az a picit régebb volt a fiatal úriember, Tóth Tamás Pest Erzsébetről. Mellette játszó pajtársa, Méringer József Györgyből. Fej Péter Pusztavámról. Lancman Petra Anna Dunaharasztiról. Stekl Bálint Pilisvörösváról. Borsos Dominika Hidegkútról. És Solymosi Attila, Kleinheiser Péter és jó magam Solymosi Dávid pedig Taksonból. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, úgyhogy akkor engedjék meg, hogy ráadásnak az első harmonika szakmai héten először felcsendült tábori indulót, a Pohúr Marsot játsszuk el önöknek, és ezzel szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy a kicsit hűvösebb időjárás ellenére is itt voltak és meghallgattak minket. Nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük a lándeszlát, harmonik az emberát. Látták és hallották. Köszönjük szépen a legközelebbi viszontlátásra.